Nem csak az élsportban állt meg az élet világszerte és Magyarországon, hanem a Magyar Diásport Szövetség elnöksége is felfüggesztette a 2019-2020-as tanév versenyeit. Ilyenkor már az országos elődöntőket és döntőket rendeznék a különböző sportágakban, a diákok azonban egyelőre hazai környezetben tanulnak és mozognak a körülmények biztosította lehetőségek szerint. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diásport és Szabadidő Egyesület a tanév végén lett volna rendezője a több mint 1000 sportolót felvonultató negyedik korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjének. Ezt a helyzetet mi is nagyon nehezen éljük meg, és kerestük mi is azokat a lehetőségeket, amelyekkel tudjuk biztosítani azt a sportolási lehetőséget a gyerekeknek, amely azt hiszem, hogy mindenképpen szükséges az egészséges élet folytatásához, de hát jelen helyzetben sajnos be kellett látnunk, hogy nincsen erre olyan optimális megoldás, ami ezt biztosíthatná, és a Magyar Diáksport Szövetség is természetesen felfüggesztette a diákolimpiai rendezvényeket. Ez mindenféle versenyt érint, tehát akár a megyei települési versenyeket is, és természetesen a nagyobb versenyeket is, mint akár az országos elődöntők, országos döntők. És hát nagyon szomorúak vagyunk abból az aspektusból, hogy ugye mi egy nagy országos döntőt szerettünk volna megrendezni most nyár elején, amely az egyik legnagyobb az országos döntők közül, az összevont labdajátékok országos döntő, és hát ezt sem fogjuk tudni most megvalósítani, de valóban itt a veszélyhelyzetre reagálva mindent el kell követnünk nekünk is, hogy a lehető legkevesebb kontakt történjen az országban és a településeken is, és hát a diákolimpiai rendezvények is pontosan ennek a szellemiségnek a követése érdekében ezt mindenképpen meg kellett hozni, ezt a nehéz és fájdalmas döntést, hogy ezeket a versenyeket felfüggesszük, de bízunk abban, hogy a későbbiekben majd, még hogyha pótolni már ezeket nem is tudjuk, de akár egy új diákolimpiai versenykiírásban majd a sportolók meg tudják mutatni, hogy mire képesek, és hát bízunk benne, hogy hamar túl leszünk ezen a nehéz időszakon. Baracsi Endre bízik abban, hogy az élet később kárpótolja majd azokat a diákolimpikonokat, akiknek az idei tanévben lett volna lehetőségük utoljára egy kiemelkedő eredmény elérésére. Hogyha valakinek ez az utolsó versenyzési lehetősége volt, akkor ő jövőre már nem próbálhatja. Meg is tudok is nagyon sok ilyen sportolóról, akivel beszélgettünk erről, de hát most ez a jelenlegi helyzet, a koronavírus elleni küzdelem természetesen minden felülír, és ők is megértik. Igen, itt amatőr sportolókról beszélünk, akik nem profi körülmények között készültek, nem profi edző által vannak felkészítve, és így valóban ebben a helyzetben saját maguknak kell megoldani, akár az online testnevelés órák keretében, vagy sőt, még plusz ezen kívül is azokat a edzési és felkészülési lehetőségeket, amelyekkel formában tudják magukat tartani. Bízunk benne, hogy azért nagyon sokan tudják majd azt a szintet tartani, ami a versenyzésükhöz szükséges, de természetesen látjuk azt, hogy ez most tényleg egy olyan helyzet eredményez majd, amely biztos, hogy kihatással lesz a diákolimpiai eredményekre és a felkészülésre is. Ebben a helyzetben a Magyar Diáksport Szövetség saját közösségi média csatornáin napi rendszerességű edzéseket, otthoni környezetben végzett sportolással kapcsolatos ötleteket és inspiráló videókat, posztokat tesz közzé, amellyel motiválni szeretné a fiatalokat a mindennapi 60 perces testmozgás megvalósítására.